érdekes sütis videóval. Nem fogom elmondani, hogy milyen lesz. Nézzétek végig a folyamatot és a végeredményt. Sokat nem fogok beszélni, csak elmondom, hogy mit, hogyan fogok belerakni. Én már kiskorom óta ismerem ezt a piskóta alapanyagot. Nekem édesapám tanította így, meg még régen, amikor a mamám élt, nagyon-nagyon-nagyon régen, akkor nyilván apámnak így tanította, és apám ezért tudja így. Én apámtól tanultam el, egyszerű, gyors, és nagyon finom és puha lesz a piskóta. Na, a lényeg, hogy én most ezt már nem sokára fel fogom melegíteni a tejet. Nekem most annyit kell beleraknom, hogy én ezt majd három fele tudjam osztani, mert három lapot kell készíteni. Szóval nem mindegy. Három lapot kell, hogy készítsek. Miért fogod a fejedet? Azt se tudod, hogy mit csinálok, de fogja a fejét. Nagyon jó. Verek bele egy tojást. Így, fehérestű, sárgástól, gyerekek. Rakok bele kristálycukrot, nem sokat, csak így ennyi kristálycukrot, hogy ezek mégis finom legyen. Rakok bele sütőport, belerakjuk a sütőport, mert ettől fog feljönni a sütőporttól. Rakok bele vaníliácukrot, kettő vaníliás cukrot rakom rá. Nagyon jó. Igen. Egy nagyon kevés. Egy nagyon kevés. Tejföl. Ez a tejföl ez azért kell, mert a tésztának nagyon finom ízt ad. Nem kell sok tejföl bele. Félre raktuk. Most fogom a vajat, egy egész nagy kocka vajat bele fogok tenni, mert ettől lesz puha a tészta. Ezt fogom, beteszem a mikróba, és fölmelegítem. Föl kell melegíteni. Ezeket addig kidobálom, majd utána fogom a tejet is langyosra felmelegítem. Igen, hol a rongy, mert itt minden tiszta. Hol a rongy? A rongy. Amíg felmelegszik a vaj, egyszerű, gyors, és gyerekek, nagyon finom puha a tésztája. Nem olyan, mint amit a neten így mindenfélét összeizélnek, azt amikor meg szeded ki, akkor meg vagy szétreped, vagy kiszárad. Nem. Ennek olyan lesz a piskótája, biztos ismeritek már a hagyományos, ezer éves régi meggyesvite, barna, ez a barna tésztájú sütemény, amit lehet ugye a pékségekbe is kapni. Biztos tudjátok, hogy miről beszélek. Meg lehet csinálni csokisan, így, úgy, amúgy, és egy kis lekvárral szokták fűszerezni. Ez a sima, hagyományos barna kalács, meg van az a sima, hagyományos meggyespite. Tehát ezek. Tehát, na, ennek a tésztája lesz. Egy nagyon picike sót is rakok bele. Megnézzük, hogy olvad-e már a vajacska. Tökéletes. Annyira meg van olvadva, amennyire meg kell, hogy olvadva, hogy legyen. Jaj, gyerekek! Tökéletes, fenomenális. Nagyon jó. Felmelegítem a tejet, nem kell tűzforróra felmelegíteni, csak hogy langyos legyen. De ne fusson ki, mert az gáz lenne. Utána fogom, és géppel az egészet gyönyörű, szép, krémes állapotra ki fogom izélni.
arra lényeg, hogy én nekem ebből 3 lapot kell. De lehet, hogy csak 2 lap fog belőle kijönni, de nem baj. Az a lényeg, hogy meglegyen az alsó és a felső. De ebből 3 lap kell, hogy kijöjjön, hogy úgy kell, hogy csinálom, hogy 3 jöjjön ki belőle. Ennyi. Na, felmelegítettem a tejemet langyos, szépen fogom és beleöntöm. Úgyhogy én most fogom, bám, és kikeverem. Esetleg csak lassú ízén kevergetem ki, tehát nem gyorsan, csak lassú verzébe. Van olyan, amikor kell még hozzáraknom egy kis tejcit, mert túl sok mondjuk a... túl sok hozzá a cukró, akkor olyan mondjuk kell belerakni tejcit. Készítettem a kis kocsájának a kocsáját, gyerekek. Teljesen csomómentesre kézéltem. Nagyon jó. Gyorsan fogom. Veszek elő egy papíruszt. Ó, szerintem ekkorka elég lesz. Ekkorka elég lesz, az, hogy ne égjen le, bevizezem. Bevizezem, hogy rendesen beletapadjon, még véletlenül se jöjjön ki. Ez szépen fel fog jönni, mert tudom, érzem, hát ismerem. Tudom, hogy ez milyen. Ez csak arra kell, hogy ne tudjon letapadni. Így megpróbáljuk szépen belenyomkodni normálisan, mert úgyis mindjárt öntöm bele, azt ez majd ki fogja nyomni. Így mindenhol, úgy. Na, itt van, én most fogom, és beleöntöm. Ugye nekem ebből gyerekek 3-at kell, hogy csináljak, és úgy kell eloszlatnom, hogy jó legyen, mert ez még föl is fog szerintem valószínűleg jönni. Kicsit megburítsuk, meg legyen a szívforma, mindenhol, tökéletes. Nagyon jó. És akkor ebbe kikeverünk egy pici... Hát várjál már, de hülye vagyok. Nem is kell nekem. Hát itt van ez a szor. Hát hogy lehetek ilyen hülye? Hát nekünk ilyenünk is van. Tehát az a lényeg, hogy fogom... És már alapból úgy fogom kisütni, hogy... hogy benne lesz a cirka. Így, benne lesz a cirka mirka. Így, benne lesz a cirka mirka. Tehát ezt direkt így csinálom, hogy ilyen cirka mirkás legyen a szívünk. Jaj, de szép lett! Jó, ezt utána alapok. Jó, és én ezt fogom, és most beteszem a kemencébe. A sütőbe, gyerekek. Jaj, de meleg. És nem fogom mozgatni, mert ezt nem szabad mozgatnom. Úgyhogy jövök a következő lapokkal, jó? Nézzétek meg, az első piskóta tésztám kész is van. Nézzétek meg, gyönyörű, puha. Nem kezdem el, mert miért látjátok, omlik az egész. Gyönyörű, szép, puha. Úgyhogy ezt takarom is vissza. Amíg sül a többi is, addig azt csinálom, hogy elkezdem a sütinek a krémét készítgetni, hogy már ezzel is készen legyek. Addig így ezt itt félre teszegetem.
rendet rakok a terciámot, és elkezdem csinálni, ami azt jelenti, hogy az első... Én minden már felaprítgatok, hogy már végén ne kelljen ebben foglalkoznom. Én itt mindent helyben rakok már. Én tudom, én legyen már, hogy ráteszem ide a banánokat, ide. Minden. Az a lényeg, hogy most a gyümölcsöket fogom és föl előkészítem. Az egyik, nem mondok még semmit, mert ez legyen meglepő, hogy mi lesz, jó? Ezeket fogom, kiveszem, ez a banánocskák, nagyon jó, az első banánt fogom, lebontogatom, mindegy, nem baj, hogy széttörik, mert alapból úgy készítem el, hogy az egyiket fogom és darabokra szedem, a másik kettő pedig majd megy a helyére. Csak ezeket már felszedem így, hogy lássátok, hogy mit csinálok, amíg sül ez a tészta. Amikor így megbontogattátok, lebontogattátok, így né, szemeteket eltakarom magam után szokásosan, nem szeretek kopiba lenni, tudjátok. Akkor fogjátok, így eddig ide pakolok, mert nem félek el tőle. Elkezdem feldarabolgatni a banánt. De nem az a lényeg, hogy feldarabolom. Szó szerint fel kell darabolni, gyerekek, mert ez megy bele majd a krémbe, a banánkrémbe. Mert csinálok egy banánkrémet. Egy banánkrémet fogok készíteni, és a banánkrémnek az a lényege, hogy tehát banán íze lesz, de benne lesznek a banán darabok is, mivel banánkrém, akkor már legyen már hitel, tehát ne az legyen, hogy itt az csak a krém banános, hanem akkor már valójában legyen már akkor benne a banánnak a darabja is finoman. És amikor itt benne lesznek a banánkának a darabkái, akkor ez ilyen fenomenális lesz. Ezeket így direkt ide külön készítem. Így, kis banán darabkákat. Veled akarok lenni. Apróra kockáztuk, ugye ahogy mondtam is, hogy apróra kell kockázni. Benne legyen a banán a krémbe. Így, ezt is így ide tesszük. Kicsit pepecselős, de nem baj, én szeretem, ha valami pepecselős, mindig a végeredmény a lényeg. Ennyi banánunk van, amit bele fogok darabolni, ez pedig most lesz külön, mert le fogom az egészet képpel tolni, és én már kezdem is, egy picit félreteszem. Ilyen kicsire szültek engem, megcsináltak, az biztosan. Ez is megvan. Nézzétek, fogom és belevagdalom. Így azért, hogy mégis el tudja nyeszenteni. És ez külön megy ez a krém. Segítek a gépen, ne az legyen, hogy szenved. Nagyon jó.
megtörlöm a kezem, mert csúszik, mint az állat. Minden szart van. És ezt én most fogom, és összetépelem az egészet, mert majd ez fog belemenni a krémbe. Persze joghurt formába is, mert joghurt, banános joghurtot is vettem. Kiszedem, elkészült a banánkrém, és fogom, és beleöntöm ide. Tehát ez megy bele, ez a banánkrém. Lokapontel a módra. Nagyon jó, ezt fogom, beáztatom, ezt külön is rakom. Lokapontelra. Gyorsan elmosom, mert közben nekem a következőt is csinálnom kell. Elkészült a banánkrémem. És most gyorsan elmosom. Nagy vonalakban egy helyre megy, de azért elmosom. Ha úgy vagyok vele, hogy ne legyen banánok. Jön a sárga barack, gyerekek. Jönnek a sárga barackák. Ugye külön a sárga baracknak is. Csak elsősorban fogom, és a héját lebontogatom. Aztán finom sárga barackának. De várj, én ezt szét kell nyitnom. Így. A héját azért vágom le, hogy ne menjen bele a sütibe. De amúgy simán mehetne amúgy héjastól is, mert nem lesz semmi bajom. Az ég adta világon nem lesz bajom. És oda beleteszem, és ugyanúgy le fogom ezt is darálni, mint azt. Tehát lepépesítem magyarán, és amikor így lepépesítettem, nézzétek, hogy csinálom. Így, né? És megnyitom is szét. Szétnyitom szét az egészet. Nem könnyű, de akkor már úgy csinálom, hogy ezt is szétnyitom. Sokkal könnyebb szerintem, mint itt variálgatok. Kis magokat is kiszedem belőle. Édes amúgy? Már puha, kóstoltad? Puha, úgyhogy biztos, hogy édes. Akkor adj egy darabkát, hogy kóstoljam. Finom? Jó, anyukám! Ezer éve nem ettem ilyet. Na, jobb barack. Na, héjastul összenyomatom. Tehát nem lesz semmi baja. Hát. Nem lesz semmi baja. A barack az legyen barack, gyerekek. És azt meg meghagyom. Ezt meg majd meghagyom ide, mert összeköl darabolom. Nézzétek, mit csinálok. Összedarabolom. Már itt annyi minden van most nekem itt, hogy már azt se tudom, hogy mibe rakjam bele. Mert ugye folyamatosan kisogatom, nyilván. Folyamatosan mosogatok, megállás nélkül. Szinte összepürésítettem méregek az egészet. Mert én úgy vagyok vele, hogy az igazi gyümölcs, az igazi gyümölcs. Joghurt, az csak joghurt. Így. Nem sajnáljuk ki.
hogy mi beleteszünk mindent. Kezdenek mosom, fokozatosan mosom, folyamatosan mosom. Ez is meg volt. Nagyon jó. Ezt is félretesszük így ide. Erre már szerintem most per pillanat már nem lesz szükségem. Ezt is félretesszük. Csak hogy ne legyen minden útban, mert már rosszul vagyok. Nézzétek, Roland, mutassad neki, mit csinálok. Közben nézzétek meg, a piskoltám ott van. Átgögdösöm, hogy a tutkerájra menjek. Ó, de jó. Így a tutkerájra mentem. Hadd süljön, az a biztos, hogy jó megsül. És akkor ezt meg megcsináljuk gyümölcsnek. Így, né, lepakoljuk. Héja, hagyd maradjon meg, mert ez az egészséges. Nem fogom kiszedegetni, leszedegetni. Nem is tudom, hogy amúgy az elején mély szedegettem le. De itt van szerelmem, egyé, hogyha jó esik, egyé belőle. Mert úgyis darabolok össze. Zabálám, gyerekek, csak zabálni tud. De azért kíváncsi leszek, hogy a sütényből hogy zabál. Most ez miért? Ezt régen kiszárítottuk, és megtörtük, és megettük a magot. Nagyon jó. Egy kis tisztaságot csináltam magam körül. Még minden. Oké, és akkor most fogom, és földarabolom az egészet. Pici aprókra, ugyanúgy, mint annál, csak hogy mégis megmaradjon az íznek, hogy benne vannak az igazi gyümölcsdarabok, amikor az ember érzi a húsát. Na, ott van, nézzétek meg. Így. Láthatjátok a folyamatokat, hogy ezt én csinálom, nem a szomszéd csinálja. Ja, és a végeredményt majd figyeljétek meg, hogy milyen lesz. Az lesz még a csúcs. A végeredmény. Így, mivel ugye a banánból is ott van, nézd meg, szerelmem, nyugodtan. Nézd, szerelem, nyugodtan ott van egyé, azt szerintem ennyi elég lesz. Jó, akkor várjatok, mert nem akarom, hogy oda süljön, oda égjen a... Puha. Nagyon jó, letörlöm a terciát, gyorsan kiveszem a papírt, be kell papírt, faszom. Kell papír, elborítom ki, megfogom, mert ez már kész, addig, amíg ki nem repedezik nekem, vagy oda nem ég, mert egyből rosszul leszek. Ott van. Most ez miért jön föl? Mi az Isten beszél, jön föl? Ide fogom, kiburítom, most megpróbálom kiburítani. Nagy gyors hirtelen lendülettel, amíg a kezem össze nem ég. Hát ez tényleg gyors lendületek volt. Jaj, gyerekek, nem bírom leszedni róla, mert olyan forró, de mivel gyönyörűen kijött, meg is van. Sátok, ezt mind én csinálom. Ehhez még nem nyúlok, mert még forró, és nem akarom, hogy szétszakadjon,
Úgyhogy úgy fogom csinálni, hogy ide ráteszem. Hagy pihengessem. Fogom a másikat is. Kivajazom. Ez a harmadik amúgy. Ez a harmadik piskóta. Hát jövőre megyek gyerekek a sévizébe, úgyhogy itt nem lehet szarakodni. Itt muszáj tenni venni magát az embernek. Így, né. Jó bevajasztuk, hogy még az se legyen, hogy jó gyerekek. Tudik a banán, hogy megkarnunk. Egy kis liszt. Egy kis búzafinom liszt. Csak épp, hogy ne száradjon ide, oda. Ne égjen oda. Mindenhol így lép. Remélhetőleg nem fogod odaégni. Nagyon jó. És jöhet a következő kanyar. Hogy legyen jó dolog vastag. Ez is megvolt. Összerázzuk, így, né? Nagyon jó. Így, né? Megcsinálom ugye ezt a csokis cuccost bele, így. Olyan sokat nem csinálok rá, mert mindjárt elkezdem összecikcakolni. Ebben csináltam a másikat is, elmosom azért. És elkezdem szépen összehúzni. Nagyon jó. És most fogom és berakom. Igen. Azért megfogom így, hogy nehogy leégjen a kezem, nem fog megégni a kezem, szerelem. Nagyon jó. És beraktam megint 25 percre, de nem baj, mert amíg 25 percig én itt szenvedek, addig folytatom tovább, mert ugye hát ezt össze kell darabolnom. A barackot nézd meg, egy életem belőle. Úristen, mit az igazi disznók most úgy csináltak. Igen, majd meglátom, hogy fog szenni a sütémből. A szívem, a lelkem benne van. Mindenem. És én nem csinálok szart. Ígyni. És amikor így fogtam, így, hogy a húsa benne legyen. Tehát ennek az a lényeg, hogy benne van a húsa. Ez is megvan. Ezt még edd meg, szerelmem. Úgyhogy gyerekek, elmegyek egy cigire, aztán utána jövök a többivel, mert még a krém nem ennyiből áll sajnos. Na, elkezdem készíteni a tortába való krémet. Elsősorban
mascarpone. Hát ugye gyerekek, ezt tudjátok, ez soha nem maradhat el a mascarpone, de minden tortához, süteményhez ezt kívánja. Beletoljuk a mascarponét. Ez egy kicsi mascarpone, úgyhogy ez mind mehet is bele. Mert drága, mint a jövő. Mondom, drága, mint a jövő. Nagyon jó porcukor. Fú, de rossz ér. Amit a baj. Jó, beletoltuk a... Új, gyorsan segíts rá a zselatin! Nem. Segíts, mert bele kellettem! A porcukrot még belerakhatod a fel. Még? De persze. Az nagyon sok lesz szerel, mert meghalunk tőle. Nem tudtam hirtem. Gyerekek, mindent én csináltam eddig, de itt mindig leragadok ennél a szarmászkapolni szarnál. Ezt honnála kell kukutyulnom, nem? Géppel kell kukutyulnom? Jó, kurt? Ja, nem? Jaj, olyan rossz ez a mémus. Ne az utolsó izé vége felé legyen bekeveredve. Jó, ebben kell kikutyolnom. Hát nem, biztos. Ez olyan száraz, mint a... Hát jó, hogy most szivat meg a Subiroli. Keményen. Gyerekek. Jó, egy kis szünet. Hiba történt a Rolanda, aki kell, hogy kevertessem. Nekem ez a része nem megy. Na, ez az egy, amit nem tudtam, a Roland segítségével ki kellett, hogy keverjem, elnézést kérek mindenkitől. Minden mást én csináltam, nézzétek meg, amit itt láttok. A piskótákat minden, de az nem ment. Előfordulhat. Akkor most fogom a habtejszint, de gyerek, mindenhol van ilyen, hogy segítséget kér az ember. Ha megnézitek a főzős műsorokat, meg ami van most, ez a süteményes tortás műsor is, ott is folyamatosan az emberek segítséget kérnek a nézéktől, a cukrászoktól, hogy segítsenek, mert bajban vannak, nem tudják, hogy kell, meg sokkot kapnak, szóval ez nem azért van, mert az ember buta vagy, mert nem ért hozzá, hanem azért, mert néha kell a segítség az embernek. Mindent én sem tudhatok, meg emberek vagyunk, mindent nem tudhatok. Nem szerelmem? Nem szerelmem? Ennyi. Ebbe kőcukor vagy valami? Majd rakja azt a maradék porcukrot, belenyomhatod. Jó, és most fogom, és kiverem. Hova a zsinóra mindig bajba vagy. Hagyjon meg ez a zsinór. Na, akkor izé leszek cukrászmester, jó? Akkor létszik a mascarpone-t, önts bele, hideg vízbe a zselatinlapokat majd áztod egy kicsit bele. Hát igen, mert a főzős műsorban is úgy van, hogy egymás között mondják, hogy ezt, meg azt, meg amazt. Néha kell az embernek a segítség, mert másodonban bajban van az ember, ha... Ez nem maradhat el. Meg a főzős műsorban is lenyalnám a kalalat. Szégyen vagy nem. Ezért lenne különleges. Tudjuk, hogy nem szabad ilyet csinálni, de hát én... Vegyél elő egy tiszta tányért, egy kis hideg vizet bele, rak bele a zselatillapokat. Hideg legyen. Hideg víz. Mennyi vizet szeret? Jó. Ennyi elég. Rakd bele egy zselatinlapokat. Igen, mert gyerekek, ez kell a zselatinlap.
Ízacskostó. Vagy húzzam le róla? Mit húzol le róla? Oda dobáld bele. De ezt hogy kell lehúzni? Nem kell semmit lehúzni, dob bele az egészet. Így. Igen, de gyorsan. Így van. Így. Kicsit. Nyomkodjam bele? Hát úgy, ja, jó lesz. Na, de gyorsan, addig keverd össze ezt, légy szíves. De ez nem zselatinosodik, ez valamint egy műanyag. Tök azt hittem, hogy gyerekek, hogy ez egy műanyag. Nagyon jó, és akkor következő a dolog. Zselatin lakat szerelem. Becsöpögtetjük. Nyom bele, nézd meg. Aha, valami már történik. Ez így benne lesz a hasonlóban ez a zselé? Nem, ebben összekevered. Az úgy jó már, rakhatod. Így nájlonos. Nyom ki belőle. Egybe van Roland. Nyom ki belőle. De ez még egybe van. Nyom ki belőle a vizet. A vizet nyom ki belőle. Aha, már taknyosodik. Így. Ide dob bele. Műanyagos túl. Dob bele. Benne van az összes. Benne. Na, akkor dob bele. Így. Na, és akkor keverjed. Nyomasd neki. Na, akkor nyomassuk szét. A zselatinlapok, nézzétek meg, itt van. Egyet ide, egyet oda. Remélem, hogy normálisan eloszlottak a fixálások. Ez úgyis össze lesz megkeverve. Hát igen, mert ugye ennek az a lényege, hogy normálisan eloszlódjanak itt a dolgok. Ízni. Körbe, eminnen is, amonnan is, mindenhonnan. Nagyon jó. És mikor így ketté öntöttem, valahogy. Már azért fáradok, gyerekek, mert azért elég kemény, mert reggel óta itt vagyok ám a konyhába, de nem baj. Miért reggel óta? De hogy reggel most óta? Délután kezdtük. A kaját is csináltam, ugye most ez. Meg pihentünk, meg minden. A lapát, a műanyaglapáttal szoktam. Ja, ketté kellett, igen, most jönnek, nézzétek. Sárga barack, ugye le lett az igazi sárga barack pürésítve, és most megy bele az igazi sárga baracknak a húsa. Itt a banán, banánnak a püréje, és megy bele az igazi banán. Így, ez ilyen bomba jó lesz, bomba, bomba. Akkor teszek bele egy kis joghurtot mindegyikbe, meg van adva, hogy melyik gyerekek. Egy banán és egy sárga barack.
Jogobella. Jogobella. Nagyon szuper. Ezeket ide is hozom már, ne legyen ittem. És kanállal elkezdem elkeverni elsőnek. Ígyni. Egy kicsit már ugye állt állásában. Itt a sárga barack. És nyomatunk bele egy kis sárga baracki joghurtot. Mert ugye sárga barackot. Már minden sárga barackot. Na most ugye ne tegyük a az igazit. Ebben még majd kelleni fog egy kis cukorka, vagy valami olyan savanyú az igazi baracktól, hogy atya világ. Tehát ez lesz a kréme majd. Így né, összekevertük, kavartuk. Nagyon jó. Most jön a banán. Ugye ez is fölfröccsenik rám. Banánból is raktunk bele. Már ma annyi kanalat használok. Így né. Álmosom. Jó, ma utána alapból keverem össze, úgyhogy tök fölöslegesen mosogatok itt. Ez meg a banán. Ugye a banán megbarnult, mert milyen a banán. Ugye cukros. Kiengedte a lényegét. És most szépen fogom, és mindegyiket bele-bele öntöm. Ja, gyerekek, ebből lesz ám magam. Az egyik a banános. Ez egyik a banános. Az egyik a banános. Másik pedig a sárga barackos. Ezek a töltelékek, gyerekek. Ezek a töltelékek. Já. Itt osz minden van, ami kell. Majd mosogathatok. Hol a spatula? Spatula. Spatula. Gyerekek. És itt a spatula. Nem a géppel kellene? Ne. Ne. Akkor spatulával elkezdem össze keverni. Igen, mert akkor tudod, akkor széttöröd a banánt benne. Igen. Ja, tényleg össze. Ó, és az tényleg milyen ügyes vagy rólam. Ennyi, én ezt nem is tudtam. Elkészült itt a piskótalapocskám. És most elkezdem kenni az első réteget. Ez lesz a banán. Banánocska. Nem sajnáljuk rá a banánt. Mert ennek vastagnak kell, hogy legyen majd, mivel a tészta is vastag. Így ennek is vastagnak kell, csak szépen el kell dolgoznom. Gyerek, hogy benne vannak a nagy banándarabokat. Igen. Szépen el kell, gyerekek, hogy dolgozzam. Ez a legnehezebb az eldolgozás egyébként. Akkor szoktam nézni ezt a főzős műsort is, és szenvednek ott vele a krémezése. Jaj, hát ez a legborzasztóbb, mikor itten a krémmel kell szenvedni. Na, gyerekek, óvatosan szépen kelegetem. Simítgatom. Az a lényeg, hogy mindenhol legyen belőle. És akkor most jön rá a másik lap. Kicsit oda tapad, de nem baj, se baj. Igen, mert ilyenkor kell összenyomnom,
és majd utána fogom, majd ami kifolyt, elegyengetni. Várjál, nem, le kell gyengetnem. Nem, elsőnek pakoljam, és majd a végén egyengetem el. Most jön a barackos. Jaj, gyerekek. Ezt is gyönyörűen szépen el kell egyengetnem. Úgy, hogy jó legyen. Mert nem csúszhat el, főleg, hogy benne vannak a darabkák. De nincsen gond, utána úgy is jön rá a tetejére, és utána én ezt fogom és elegyengetem, mint az alsónál, hogy lássátok, hogy el van egyengetve. Így, fölülről is. Itt vannak a nagy. Megkentem a barackos krémbe, és egy kicsit rohan menni arra, hogy nem akarom, hogy összeroppanja nekem itt az utolsó. Muszáj vagyok így ráigazgatnom, mert akkor fog kiegyenlítődni, és amikor így rátettem, akkor fogom, és körbe az egészet. Látod, muszáj így, így ilyen maradék hagy jöjjön ki. Ez nagyon szép lesz, gyerekek, a maga módján. Elsőnök így leszedem. Megpróbálom, gyerekek, így szépen, óvatosan leszedni. Ez a legnehezebb rész. Elvágtam az ujjamat is az előbb, de nem számít. Most fogom, és ráütöm a csoki cuccost. Ezt így ide rakom, hogy itt legyen, mert van. Úgy, minden van már. Szépen így ráöntjük az egészet. Ide forró. Azért ez egy kemény meló volt nekem ma megint. Így né. Már az egészet rá akarom szerelme menteni. Ne pazaroljunk, mert azért így látod? Van benne bőségesen csokoládé. Így kifolyasztottam belőle. Jöhet a következő. Jó forró, tűzforró, gyerekek. Végig az egész. Jó, csak forró kicsi, hiába mutogatsz. Hát ez olyan forró, mint az állat. Most szedtem ki a forró vízbe, azt itt mutogat nekem. Tehát ez nagyon forró. Yeah. Nagyon jó, és akkor most itt fogom, és gyorsan körbe gyorsan körbe átadom, jó? Jó. Erre folyasz le az egészet. Jaj, de guszta, gyerekek! Fenomenális! 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 Csak próbálom, ugye úgy, hogy sima legyen. Az egész tükör sima. Így, lássátok? Jaj, de szép! El kell simítani, hogy full sima legyen a teteje, vagyis itt próbálom, hogy... Erre egy szerelem meg üres hátul az egész. Tényleg, bocsánat. Majd elkenem, és akkor nem lesz. Na. Megpróbálom óvatosan, gyereket. Az micsoda amúgy? Ez dísz. De miből csináltad? Ez karamellből, karamelle. Kara,
Így mehet rá a tetejére? Hát neked kell tudni. Karamellia. Mosom a kezem díszítést. Mosom a kezem sugérolni. De ez az én munkám. Igen. Akármilyen szép is. Hát ott már most ott a tányér, de próbáljuk már letakarítani Roland vagy valamit. Nem, majd úgyis át lesz rakva majd egy másikra, majd holnap. Ma úgyis csak holnap lesz fővágva. Igen, és keresem a banánt, gyümölcs. A banán nincsen ma. Barack az volt ott még. Az hova lett? Ja. Barack. Van ott narancs is. Narancsad. Valamit rakjál rá, szerelem. Akkor megdíszítsük egy kis narancssal. Megdíszítsük egy kis narancssal. Ne vágd a kezed. Elvágom, így járok. Megdíszítsük egy kis narancssal. Így gondoltad? Neked? Mert nagyon figyelsz, meg nézel. Hát persze, hogy figyelek, én nézek, tudod? Hát jó az. Ide csak példa. Semmi köze, hogy így. Hát ez így csúnya. Akkor most mit, mi lesz akkor most? Megállt a tudomány? Megállt, de így nem csaphatom rá, mert ez egy ócsmány az egész. Miért? Mert ócsmány. Várjatok! Teszi, ha Pali nem díszíthetem? De. Hát inkább nem raknak tejszi a bot, mert elolvad. Mint is elolvad, akkor meg ocsmány lesz. Jaj, de hülye vagyok. Amiből készült, abból csináljuk. Ebből készült. Akkor ebből is rakunk rá, gyerekek. Miért nem hosszúkásra vágod? Így. Így. Nem így. Azt meg rá. Támasz. Ne egy keresztet rakjál rá, csak támasz rá. Na, tessék, ott van. Hát ez nagyon csúnya itt. Hát én nem így raktam volna, de inkább azt a narancsot raktam volna rá amúgy. Ezt a narancsot? Így? Hát szerintem. Így? Hát meg az is jobban néz ki rajta. Nem rakunk rá semmit, mert akkor ez így marad. A szép. Na, akkor majd hónap jön a felvágás. Ez ilyen lett. Jó, hogy ne! Ne! Vedd le nekem, léci, a izét. Mit? Ha vedd le, te is felérőd. Tudja, hogy nem találom meg, gyerekek. De mit keresem, mondjad, és akkor segítek gyorsan. A gyöngyöket. Azok itt vannak. Hol? Itt. Azta, és megvan, gyerekek! A gyöngyök! De sorba rakjad, körbe! Tudod, így. Nehogy így rászor! Én ide akartam középre kidekorálni. Jó. Tehát ne így! Nekem mindegy, hogy rakod. Így. Így, de látod? Mert áthallgatok, édi-bédi. Hát nem, hát mert én úgy mondtam, hogy úgy legyen, ahogy, na mindegy. Na mindegy, ilyen lett, gyerekek, holnap jön a vágás. Várjatok, még ne.
mert gyöngyök helyett akartál gyöngyöket. Akkor én ide még teszek egy-két dekort, hogy tényleg szép legyen így gyöngyként, látszódjon. Még ide is rakunk, ide is, nagyon jó, mondom, ide is rakunk, és nem akarja, úgyhogy marad így, gyerekek, tehát ennyi. Sziasztok, szép estét! Holnap jövünk a vágásra. Így van. Hát akkor miért nem mondod? Holnap jövünk a vágásra. De most már nem mondjad, már mondtam. Na, ilyen lett, gyerekek. De holnap tiszta tányérról lesz, nem ezen a dzsuvás tányéron, hanem normális tiszta tányérra át lesz rakva. Majd arról áteszik.